ennek a definíciónak két nagyon fontos kulcsmozzanata van. Ez az egyik a többszörösség, ezt úgy többször is odaírtuk erre a diára, és a másik pedig az, hogy ebben a módszer együttesben biztosan van szimulációs gyakorlat. Ha jól csináljuk ezt az értékelő fejlesztő központot, akkor ez az erős előrejelző erő, ez a jutalmunk lesz, hogyha jól szerveztük. Egyre inkább a fejlesztő központok kerülnek előtérbe az értékelő központokkal szemben. És ezt lehet használni belső promócióra, lehet használni képzési igények felmérésére, karriertervezésre. Hogyha az ember egy komoly szervezett fejlesztő projektet csinál, ez többnyire szokta kísérni egy fejlesztő központ sorozat, ahol a meglévő munkatársaimnak szeretném feltérképezni a kompetenciáit, és annak megfelelően helyet találni nekik az új szervezeti ábrában, és készíthetek egyéni fejlesztő programokat is. Mielőtt belevágunk egy ilyen gyönyörű projektbe, ezt a 9 kérdést így szentírástként kéne tekinteni, mert a projektvezetőnek erre a 9 kérdésre mind tudni kéne a választ ahhoz, hogy érdemben meg tudja kezdeni a munkáját. Kompetenciákat szeretnénk mérni, és a kompetencia az egy összekötő kapocs a munka és az ember között. Következésképpen mi HR szakemberek nagyon szeretnénk az emberekkel foglalkozni, és néha nagy lendülettel elkezdjük az értékelő fejlesztő központot szervezni, de mielőtt még elkezdenénk szervezni, azért mégiscsak egy kicsit a munkára kéne figyelni. Tehát, hogy a munka az milyen kompetenciákat igényel. Mert nem az a kérdés, hogy nekem milyen kompetenciáim vannak, az a kérdés, hogy és én mennyire illeszkedem ehhez a munkához. És ahhoz, hogy ezt az illeszkedési kérdést meg tudjam válaszolni, ehhez szükségem van arra, hogy tudjam, hogy a munka milyen kompetenciákat igényel, és ezt csak is és kizárólag munkakörelemzéssel tudom megnézni. És azért arra nem mindig van lehetőség, hogy az alapos munkakörelemzést megcsináljuk, és az SHL kínál nektek egy ilyen úgynevezett univerzális kompetencia keretrendszert, amit minden fehér galléros pozícióhoz tudtok használni. A fehér galléros pozícióknál nincs szükség arra, hogy mind a 8 területről vegyünk ki kompetenciákat. És akkor utána kicsit jobban kibontjuk ezeket a dolgokat, megnézzük, hogy és milyen dimenziókkal lehet körbeírni ezt a nagy területet, és akkor azokból válogatunk. Nagyon fontosnak tartjuk a mi szakmai megközelítésünkben, ugye, hogy az értékelő fejlesztő központ arról szól, hogy engem megfigyelnek, és ez egy féligazság. Az igazság másik fele az, hogy és én mit gondolok magamról. És ezt csak úgy tudom megnézni, hogyha csinálok egy személyiség vagy kompetencia kérdőívet, és az az izgalmas dolog, hogyha megvan a vizsgálati személyről mind a két adat, a megfigyelők megfigyelései is, és a személyiség kérdői adat, és akkor össze lehet egy kicsit hasonlítani, és könnyebben lehet rá onboarding folyamatot, vagy fejlesztő programot szervezni, és hogy ezeket a kompetenciákat be lehet ezekbe a platformokba táplálni, és lehet egy olyan riportot kihozni belőle, ami megmutatja a Talent Central platform esetében, hogy mekkora is a munkakörhöz való illeszkedés, és a 360 fokos platform esetében pedig szépen megmutatja a különböző értékelői csoportoknak a véleményét a fókusz személyről. Lényegében még azt szeretném nektek megmutatni, hogy a tartalmat milyen gyakorlatokkal lehet kitölteni, tehát hogy mi lehet a szimulációk tartalma, a modellhelyzetek tartalma, és különböző gyakorlattípusokkal dolgozunk, mint például az elemző előadó gyakorlat, a coaching gyakorlatok, a szerepjátszó gyakorlatok, vagy a csoportos gyakorlatok. Mindig az a tapasztalat látszódik, hogy ezért a nagyobb szervezetek jobban preferálják azt, hogyha személyesen vannak bonyolítva ezek a programok, főleg, hogyha több részvevővel vannak, tehát azért még mindig van erre egy preferencia, de persze az online is rendelkezésre áll, és egy jó alternatíva tud lenni. Összességében el lehet mondani azt, hogy valaki online bonyolítson egy értékelő fejlesztő központot, nem kell semmilyen más eszköz, vagy más segítség hozzá, csak az olyan, ami alapvetően már egy nagy cégnél jelen van, meeting program és egy felhőtár, ugyanúgy lehet, mint a személyeset,
kicsit másabb, de megvan ugyanaz a rugalmassága, és megvan ugyanaz benne, hogy értékes megfigyelésekkel és eredményekkel fogunk gazdagodni a folyamat végén. És egy másik dolog, amiről én szerettem volna beszélni, ez, hogy hogyan tudjuk az online technológiát segítségül hívni, akkor is, hogyha mondjuk személyes jelenléttel bonyolítunk le egy ilyen programot. Itt így kékkel kereteztem azt, hogy hol jön be ez az online értékelői platform, hogy integrálódik ez nekünk az értékelő központ folyamatába. És hogyha én egy értékelő vagyok, akkor hogyan is néz ki nekem egészen egyszerűen így ennek a platformnak a használata, hogy egész egyszerűen be kell jelentkeznem, mint egy e-mail fiókba a rendszerbe, ki kell választanom azt, hogy éppen melyik gyakorlatnál vagyok, és ki kell választanom, hogy ennél a gyakorlatnál melyik résztvevőt figyelem meg. Ez, amit mondtam, amikor konfiguráljuk a platformot, vagy legalábbis létrehozzuk azt a projektet, hogy miről szól az az AC, milyen gyakorlatok vannak benne, milyen kompetenciák, értékelői skála és a résztvevők, akkor egész egyszerűen ezek az információk fognak belekerülni ebbe a rendszerbe, ki tudom választani a gyakorlatot, ki tudom választani a résztvevőmet, és a rendszer létrehozza nekem az értékelőlapot. Első lépésként csak az van ebben a rendszerben, hogy mindent, amit látok én értékelőként, és megfigyelek a jelöltemnek, azt csak jegyzetelem, írogatom, amit megfigyelek, azt írom, minden. És utána lesz arra lehetőség, hogy én ezt kategorizáljam, hogy kompetenciához rendeljem, eldöntsem, hogy ez a megfigyelés ez pozitív vagy negatív indikátor annak a kompetenciának, utána fogom tudni ténylegesen értékelni, hogy ahhoz a kompetenciához a sok-sok megfigyelés alapján tudok egy összefoglaló bekezdést, mondatot írni, és tudok egy értékelést, egy ettől-tig tartó skálámból számolatot rendelni. Amikor megy a gyakorlat, és én figyelem a jelöltemet, én nekem semmi mással nem kell foglalkoznom, nekem csak írnom kell ezeket. És miután vége van a gyakorlatnak, akkor tudok tovább haladni, hogy én ezt elkezdem kategorizálni. Tehát, hogy javasolja, hogy valaki mérje az eltelt időt, ezt az értékelőnk úgy gondolta, hogy ez a vezetés és irányítás kompetenciához tartozik, és ez egy pozitív indikátora ennek a kompetenciának. És zárásképpen az lesz majd nekem, hogy fogok tudni egy összefoglaló értékelést, vagy egy összefoglaló mondatot írni mindegyik kompetenciához, és mindegyik kompetenciához adott gyakorlat alapján fogok tudni egy értékelést adni. Jó, tehát itt láthatjátok, hogy így szépen így fogja nekünk egy ilyen szép színes riportba rendezni az eredményeket, és hogy a tartalomjegyzék az egy nagy segítség lesz nekünk abban, hogy milyen információkkal is fogunk ebben a riportban találkozni. Lesz egy bekezdésem, hogy mi is az az értékelőközpont, mi is az az AC. Itt lesz nekem az értékelő skálának a leírása. Fel lesztek sorolva itt a használt eszközök, hogyha voltak elővizsgálataink, láthatjátok itt számos elővizsgálatot alkalmaztunk, például a személyiség kérdőívet, használtunk egy verbális képességtesztet, numerikus képességtesztet, intelligencia tesztet, és egy csoportos és egy egyéni gyakorlatban vett részt az AC napján a résztvevő. Itt láthatjuk majd a kompetencia mátrixot, melyik eszköz, melyik kompetenciára milyen eredményt hozott. Lesz benne egy kompetencia profilunk rögtön utána, meg fogja mutatni, hogy a kompetenciák, különböző kompetenciák esetében az átlaghoz képest, itt lesz ez a sima vonal, itt az átlaghoz képest hol helyezkedik el nekem a mintamárton, és a legalacsonyabb és a legmagasabb értékhez képest hol helyezkednek el neki a kompetencia értékei. Úgy néz ki, hogy ebben a programban 7 résztvevőnk volt, és mintamárton volt nekünk a legerősebb jelöltünk. Tehát látni fogom, hogy a többiekhez, akik szintén részt vettek ezen a programon, hozzájuk képest hogyan viszonyul a Mártonnak az eredménye. Látni fogjuk az eredményeket kompetenciánként, itt ilyen szép tortadiagramon, hogy hogyan oszlik meg. És látni fogjuk egy eszközönként is, hogy hogyan oszlanak meg itt az eredmények. És ami egy nagyon lényeges része lesz, ez meg a részletes értékelés. Egyrészt lesz benne egy ilyen kis rövid jelmagyarázat, ami segíti a használatot olyannak is, aki nem ismeri ezt a riportot. De hogy itt láthatjátok, hogy ebben a programban az első kompetenciánk volt, ez a minőségtudatosság. Itt van nekünk egy ilyen definíciónk is, hogy ellenőrzés biztosítja a munka minőségét és törekszik annak javítására. Láthatjuk, hogy alapvetően a csoport átlag az valahol ilyen 3 körül volt, de hogy nekünk Márton nagyon jó eredményt ért el, a 4 körül értéke volt neki. Itt fogjátok látni az összefoglaló mondatokat különböző mérőeszközönként, tehát itt láthatjuk, hogy a személyiség kérdőív, illetve a csoportos gyakorlat hozott erre a minőség tudatosságra nekünk eredményeket, és láthatjuk, hogy a személyiség kérdőív alapján ez hogyan bizonyult ez az eredmény, illetve
az, hogy mit írtak az értékelők, milyen összefoglaló mondatot lehetett ehhez írni. És itt alább lesznek kifejtve ezek a negatív, illetve pozitív viselkedéses jelek. Ugyanez a stratégiai szemléletnél. És itt szépen nekünk kikategorizálni fogja a megfigyeléseket. Ezt én rögtön utána az integráción le tudom tölteni, és elő tudom venni ahhoz, hogy beszélgessünk itt az eredményekről. Az SHL-nek van egy nemzetközi szertifikátet adó értékelőfejlesztő központ képzése. Ebből szoktunk csinálni személyeset is, és online-t is. Novemberben van egy személyes képzésünk. Hogyha valakit a tesztek érdekelnek, akkor tesztes képzést tudunk neki ajánlani, amit az elővizsgálatoknál említettünk. Csinálunk interjútechnika képzést. Az online értékelőfejlesztő központról mondunk, az egyik megközelítés az az volt, hogy és az egészet helyezzük ki az online térbe, és a másik az egy ilyen hibrid megoldás volt, hogy tartsuk meg a személyeset, de egyébként az értékelői munkát azt tegyük át egy platformra, és ott generálódjanak a riportok.